Megrázó videót hozott nyilvánosságra a rendőrség a vasárnap esti budapesti gyilkossággal kapcsolatban. Egy 39 éves kőműves hallható a felvételen, aki, ahogy a nyomozók fogalmaztak, a szabadnapján városnézésre indult. A 16. kerületben azonban felfigyelt rá egy másik, szintén 39 éves kőművesként dolgozó férfi a lakása erkélyéről. Azt hitte, hogy betörőt lát, lement az utcára, utána eredt, kérdőre vonta, mire a gyilkos egy késsel megszúrta, éppen a szívét találta el. A rendőrök bő másfél nappal később elfogták, azt mondja a gyanúsított, hogy nem akart embert ölni. Honnett fentről valahonnett rám szólt valaki, hogy mit mászkálsz itt? Mit aulálkodol itt? A gyilkosság helyszínén mesélt a rendőröknek az elkövető arról, mi történt vasárnap, amikor összeszólalkozott egy másik férfival és véletlenül agyonszúrta. Ottan láttam valamit, fény lett, ottan azt el akartam menni. A gyanúsított azt állítja, be akart törni, el akart lopni valamit, de az egyik erkélyről rászóltak és kérdőre vonták. Azt mondja, állj meg, mondom, nem állok. Ön visszaválaszolt? Igen. És mit mondott, hogy nem áll meg? Igen, mondtam, hogy nem állok. Amikor a 39 éves férfi lebukott, menekülni kezdett. Egy családapa utána indult, és azzal fenyegetőzött, hogy hívja a rendőröket. Szóváltásba keveredtek, majd a gyanúsított megszúrta. Bementem, megmostam a kezem, a kést. Igen. Kihoztam, és eldobtam. A férfi a kést a csatornába dobta, amit a nyomozók meg is találtak. A rendőrség megerősítette azt, amit a gyanúsított is állít, vagyis, hogy az elkövető nem akart embert ölni, de a szúrás végzetesre sikerült. Egy 8,5 cm penge hosszúságú fekete markolatú kés, amellyel elkövette az elkövetést. Ő egyébként nem kívánta a sértettünk halálát, de sajnos ez a szúrás szívet ért, szív balkamrát érte el a sértetnek, és ebbe bele is halt. Az áldozat sokkos állapotban várta a mentőket. Csak annyit tudott mondani, hogy betörőt fogott és megszúrták. A rohamkocsiban összeomlott a keringése és meghalt. Az M1-nek nyilatkozó ügyvéd szerint a nyomozás során derül majd ki, hogy a férfi szándékosan vagy véletlenül végzette az áldozatával. Az emberölés büntette 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, és nyilván a rendőrök azt is vizsgálják majd, hogy esetleg bármilyen minősítő körülmény fennáll-e, illetve adott esetben ilyenkor vizsgálni kell attól függetlenül, hogy életét vesztette, az esetleges sértetti szerepeket is, hogy került sor az egyszeri szívenszúrásra. A két férfi egyébként alig 7 kilométerre született egymástól Ukrajnában, majd mindketten Magyarországra jöttek. A rendőrség jelenlegi információi alapján azonban korábban nem ismerték egymást.